Magyarok külföldön. Az elmúlt években megötszöröződött a kivándorlók száma. Csak tavaly 33 ezeren jelezték az OEB felé a változást. Meghirdették a tarifákat. Az előzetes elemzések szerint átlagosan 10-12%-kal emelkedhetnek jövő év elejétől a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjai. Segítség a rászorulóknak. Nem csak a hajléktalanokat, az egyedülálló időseket is veszélyezteti a kihűlés. A rendőrség a polgárőrséggel együtt látogatja a bokortanyákon élőket. Az elmúlt években megötszöröződött a kivándorló magyarok száma. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A KSH a társadalombiztosítási adatokat figyeli. Ennek alapján tavaly 33 ezeren jelentették, hogy külföldön kezdenek dolgozni. Ám sokan nem jelzik az OEB felé a változást, vagy éppen az illegális utat választják. Egyes beslések szerint akár 500 000 magyar is dolgozhat másik országban. Az Európai Unión belüli migráció intenzitását a közép- és kelet-európai országok 2004-es uniós csatlakozása nagyban megnövelte. 2013-ban például már 10 millió munkavállalási korú uniós állampolgár élt állampolgárságától eltérő tagországban. Mindenféle számok meg szoktak jelenni, amik néha ellentmondanak egymásnak, mert ugye elég nehezen mérhető ez a dolog. Magyarországon ezt a OEB társadalom biztosításból tudjuk mérni, vagyis ha valaki bejelenti, hogy ő külföldön van társadalom biztosítása, és Magyarországon ezt szünetelteti, akkor tudjuk, hogy ő külföldre vándorolt, külföldön dolgozik. 2010-ben összesen 7000 jelentették be, hogy külföldre mennek dolgozni, addig ez tavaly 2015-ben 33 000 volt majdnem ez a szám. Úgyhogy majdnem megötszöröződött. Persze elképzelhető, hogy vannak, akik ezt nem jelentik be, vagy később jelentik be, úgyhogy ez egy kvázi alsó becslésnek mondható. Még mindig sokan élnek és dolgoznak illegálisan külföldön, így a hivatalos statisztikákban ők nem szerepelnek. Ezt hivatott felszámolni, hogy a külföldi munkavállalás évről évre egyre könnyebb, sokan már egyedül kezdik el az ügyintézéseket. Persze vannak olyan hálózatok, cégek, amelyek segítik a külföldre vágyókat. A nyíregyházi Trenkwalder irodában arra hívják fel a figyelmet, sok olyan eset volt és van is, amikor a munkaközvetítő vagy tanácsadó pénzt kér a leendő munkavállalótól. A kormányrendelet tiltja azt, hogy ilyen jellegű szolgáltatásért bárki pénzt kérjen el. Ha bárki pénzt kér, akkor gyanakodjon a munkavállaló, ugyanakkor, ha iratokat kérik el a munkavállalótól, személyes iratait, akkor szintén gyanakodjon, készüljön ezekből is fénymásolatokkal, hisz azok is elfogadhatók adatszolgáltatás terén. Nem érdemes odaadni sem útlevelünket, sem személyigazolványunkat letétben, mert ezekkel visszaélhetnek. A felmérések azt mutatják, a nyugat-európai országok és az Egyesült Királyság még mindig kedvelt célpontok, a képzeletbeli dobogó első fokán azonban Németország áll. Amit lehet látni, hogy Egyesült Királyságban inkább a fiatalabbak, egyedülállók magas iskolai végzettséggel mennek, vagy egyetemi végzettséggel, addig Németországban, meg Ausztriában, meg inkább jellemző, ha egy kicsit későbbi korosztályok, szóval már ilyen 40 év fölöttiek is akár, sokszor házasok, inkább férfiak, akár alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, akik a szakmunkásként vagy szakképzettekként helyezkednek el Németországba. A 27 éves Tünde Újfehértón élt, Nyíregyházán közgazdasági szakközépiskolában tanult, majd a Gyöngyösi Főiskolát választotta. Netes videóbeszélgetésünkkor elmondta, 3 éve él Angliában. Korábban eladóként, most pedig már helyettes vezetőként dolgozik egy londoni üzletben. Mint boltvezető helyettes, magyar pénzben átszámítva kb. 600 000 forintot keresek. Ez jóval több, mint mondjuk itthon, egy hasonló munkakörbe gondolom. Hát gondolom én is, nem tudom, otthon még soha nem dolgoztam ilyen munkakörben, valószínű. Milyen végzettséged van, Tünde? Főiskolai közgazdász diploma. Ám a külföldi lét nem olcsó, az albérlet árak nagyon megterhelik a dolgozók pénztárcáját. Például egy szobát bérelünk a párommal, tehát ez egy ilyen három szobás lakás, két fürdőszobával, tehát mi egy olyan szobát bérelünk, amihez fürdőszoba is tartozik, és egy szoba egy hónapban majdnem
800 font. 800 font, tehát ez körülbelül egy ilyen majdnem 300 ezer forint. A külföldön élők többsége azt mondja, bármilyen céllal is vállal valaki külföldön munkát, a legelső és legfontosabb az idegen nyelvtudás. Az előzetes elemzések szerint átlagosan 10-12%-kal emelkedhetnek jövő év elejétől a kötelező gépjármű felelősség biztosítás díjai. A biztosítók tarifái kedd évféltől érhetőek el a társaságok honlapjain. Összesen mintegy 1,7 millió jármű évfordulós szerződését módosíthatják a tulajdonosok december 31-éig. Az átlagdíjak az első beslések alapján 16 és 20 ezer forint között mozoghatnak. Van-e olyan biztosító, akinél egy helyen van négy vagy annál több szerződésetek? Nincs, csak kikényesen. A kötelező gépjármű felelősség biztosítás módosításához kérdezi az ügyfél adatait az ügyintéző ebben a nyíregyházi Alkusz-irodában. Az ügyfeleket leginkább érdeklő adat valószínűleg most is a jövő évi díjszabás lesz, ami az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő portál gyors elemzése szerint átlagosan 10-12%-kal emelkedhet. A kedélyféli határidőig egyébként 11 biztosító hirdetett új tarifát, háromnál pedig a korábbi évek évközi díjai maradtak. Folyamatosan hirdetnek a biztosítók díjat, tehát úgynevezett pont az, hogy a kampány megszűnjön. Jelen pillanatban az autósoknak körülbelül egy olyan 1 millió alatt van már azok, akik válthattak, akik 2010. január 1-e előtt kötöttek szerződést. Az idei legfontosabb változás, hogy a biztosítók már nem kínálhatnak a meglévő ügyfeleknél kedvezőbb díjakat az új partnereknek, így megszűnik az a korábban elterjedt gyakorlat, hogy az autósok felmondják, majd ugyanannál a biztosítónál újra kötik a szerződésüket. 2015-ben az új szerződések több mint harmada ilyen visszakötésből származott. Tavasz óta kormány rendeletben határozták meg, hogy aki ott marad a biztosítójánál, nem kaphat magasabb díjat, mint aki vált. Megszűnt a rabló tarifa, tehát a biztosítók, ha fölmondom és visszakötöm, nem kaphatok kedvezőbb díjat. Az átlagdíjak akár 15-20%-kal is meghaladhatják a tavalyi szintet, ami 16 és 20 ezer forint közötti összeget jelenthet. Az összes évvégi váltások száma azonban várhatóan nem haladja majd meg a 100-120 ezret. Jelen pillanatban meg vagyok elégedve a mostani kötelező biztosítással, és ami nekem személy szerint van két autóm, mind a kettőnek külön biztosítása van, nem egy cégnél, úgyhogy tudom, tisztában vagyok vele, hogy kinek minden előnyei vannak, hátrányai vannak. Egy tavaly előtti jogszabálymódosítás szerint a biztosítók már nem kötelesek díjat hirdetni. Annak a társaságnak, amely november 1-én éjfélig nem hirdet új díjakat, automatikusan az utoljára meghirdetett tarifái lesznek érvényben 2017. január 1-től is. Nem csak a hajléktalanokat, az egyedülálló időseket is veszélyezteti a kihűlés. A rendőrség a polgárőrséggel együtt ezért november 1-től a tavaszi hónapokig látogatja a bokortanyákon élőket. A hatóság a lakosság figyelmét arra hívja fel, hogy mindenki fokozottan figyeljen ezekben a hónapokban a nehéz körülmények között élő szomszédokra. Idős embereket keresnek fel a rendőrök. A hideg idő beköszöntével a kisebb településeken, bokortanyákon látogatják azokat, akik koruk miatt vagy szociális helyzetükből adódóan segítségre szorulnak. Itt Nagycserkeszen és a hozzátartozó 16 bokortanyán összesen 70 kilométer hosszú utat járnak be a polgárőrök, hetente kétszer-háromszor. Ez már benehalom, a 73 éves Karácsony Margithoz is évente többször kijönnek az egyenruhások. Van mivel begyújtani? Tüzelő van? Nagyon kevés. Kevés? Nagyon kevés. Nagyon kevés van. Az ilyen ritkábban lakott környéken legalább annyira nagy a veszélye a téli kihűlésnek, mint a fedél nélkül élőknek. Benehalmon több ház is hasonló állapotban van, és a lakói is rossz szociális körülmények között élnek. A rendőrök és polgárőrök segítségén túl tanyagodnoki szolgálat is működik a településen. A rendőrség kiemelt ellenőrzési időszaka november 1-től egészen tavaszig tart. Rendszeresen és visszatéren tartanak ellenőrzéseket a ritkábban lakott település részeken, valamint a tanyák környékén is. Az egyenruhások felmérik, hogy mekkora mennyiségű tüzelővel rendelkeznek a rászorulók, megkérdezik, hogy ismerik a segélyhívó telefonszámokat, és amennyiben segítségre szoruló emberrel találkoznak, abban az esetben megteszik a szükséges jelzéseket a szociális intézmények, valamint az önkormányzat felé.
Nagyon fontos tudatosítanunk azonban az emberekkel azt, hogy nem csak az utcán, hanem a lakókörnyezetükben is élhetnek olyan emberek, akik azért kerülnek veszélybe, mert nem tudnak befűtni valamilyen oknál fogva. Éppen ezért kérjük, hogy közösen figyeljünk mindannyiunkra. A rendőrség ezért arra kéri a lakosságot, ha bárki maga tehetetlen embert lát, a 112-es segélyhívó számon értesítse a hatóságokat. Az alacsony hőmérsékletek miatt ugyanis a kihűlés a legnagyobb veszély a hideg téli hónapokban. Baleset történt tegnap délután Nyíregyházán a Szegfű utcán. Egy motorkerékpáros egy kanyarban elvesztette uralmát a járműve felett és felborult. A motorost 8 napon túl gyógyuló sérülésekkel szállították kórházba. A reformáció emléknapján adták át a megújult nagy templomot Máté Szalkán. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Vereséget szenvedett az óbudai kaszások otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kék cápák 86-69-re kaptak ki a fővárosban. A nyíregyháziak csütörtökön HEP kupa mérkőzésen Egerben lépnek pályára. Továbbra is veretlen a labdarúgó megyei első osztályban a Balkányi Ese. Mirgai László együttese a legutóbbi fordulóban Gyulaházán nyert 3-1-re és 2 pont előnnyel áll a tabella élén a Nagyecsed előtt. A balkániak vasárnap a 3. helyezett Nagy Halászt fogadják. A reformációra emlékeztek Máté Szalkán. A rendezvényen elhangzott, a reformáció a megújulásról szól. Ezért is fontos, hogy az emléknapon adták át a felújított, megújult nagy templomot. Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki 95 pontban foglalt téziseit a katolikus egyház reformálása érdekében. Erre emlékezvén tartják világszerte a reformáció emléknapját október végén. Máté Szalkán a Kálvin szobornál ünnepeltek. Máté Szalka az első város Magyarországon, ahol Kálvin Jánosnak, a nagy reformátornak egész alakos szobrot állítottak. A kis ünnepségünk után pedig ismét örömtüzek gyúlhatnak szívünkben, mert átmegyünk a Kossuth téri református templomba, amely a magyar kormány támogatásával idén most fejeződött be a felújítása, és ennek a nagyon szép középkorú templomnak új köntöst adtak a mesterek. A felújított nagy templomot a reformáció emléknapja alkalmából adták át, ahol ünnepi istentiszteletet is tartottak. A hit ereje és istentisztelete a legfontosabb most, amikor környezetünkben, Európában egész más szelek járnak, vissza kell nyúlnunk gyökereinkhez, és mi reformátusok, ha az 500 évvel a hátunk mögött, 5 évszázad a hátunk mögött, azt gondolom, hogy van mire alapozni, van gyökerünk, van miből táplálkoznunk egy ilyen nemes ünnep alkalmában. A templomban a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke is szólt, Fülöp István szerint a legfontosabb a reformáció üzenete. Semper reformari debet. Mindig meg kell reformálódni. Ez a reformátusoknak egy fontos mondata. Az, amit kell, hogy jelentsen, hogy ugyan azt mondjuk, hogy reformáció emléknapja, de ne egy emléknap legyen csupán. Ez legyen a mindennapok része, hisz minden nap meg kell újulnunk, minden nap félre kell tennünk a bennünk lévő óembert, és fel kell öltözzük az új embert. Az elnök hozzátette, a reformáció 500. évfordulójának jubileumi előkészületei már térségünkben is tartanak. Vereséget szenvedett az óbudai kaszások otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kék cápák 86-69-re kaptak ki a fővárosban. A nyíregyháziak csütörtökön HEP kupa mérkőzésen Egerben lépnek pályára. A mérkőzés előtt egy győzelme volt a házigazdának, amely rögtön a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést. Az első negyedet 24-17-re nyerték az óbudaiak, a második 10 perc 4 ponttal a vendégeké lett. A harmadik negyedben kétszer is egyenlíteni tudott a Nyíregyháza, sőt a záró 10 perc elején a vezetést is átvették a kék cápák. A folytatásban azonban már csak a hazaiak voltak a pályán, 24-9-re nyerték az utolsó negyedet, így a Blue Sharks végül 17 pontos vereséggel távozott a fővárosból.
Nem könnyű nyerni egy ilyen csapat ellen természetesen, mint amilyen a kaszások, azért ők is szépen felkészülnek, kicsit más körülmények fogadnak, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Kisebb a terem, egy teljesen szűk terem az, ahol ők játszanak, az oldalban, amellett rögtön ott van a fal, és teljesen másképp érezhető térhatások alakulnak ki. Viszont azért nem nyertünk, mert nem voltunk megfelelően bátrak, nem tudtuk azt a védekezést nyújtani, amit mi szoktunk, és ezért csak felállt védelem ellen nehéz támadásaink voltak, amikből nem sikerült sajnos annyi pontot szereznünk, amennyit nekünk kellett volna. A nyíregyházi játékosok közül 21 ponttal Szura Attila bizonyult a legeredményesebbnek. A játékos ennek ellenére nem volt maradéktalanul elégedett a teljesítményével. Magamtól ezt várnám el igazából minden mérkőzésen. Most jól éreztem magam, itt is voltak hiányosságaim védekezésben, de örülök, hogy már elindultam egy ilyen úton. A nyíregyháziak csütörtökön HEP kupa mérkőzésen a bajnokságban 5 ponttal legyőzött Eger otthonában lépnek pályára. A továbbjutásról egy mérkőzés dönt. Mi mindenképp szeretnénk tovább menni. Ráadásul újra egy egyetemi csarnokban játszunk, ahol ugye általában olyan öltözőket kapunk, ahol a taktikai értekezlet alatt 80 benyitnak, és szeretnének bejönni, átöltözni, tehát nem lesznek nyugodt körülmények. Ennek ellenére, és este 7:30-kor van a mérkőzés, mediterrán területekhez hasonlóan. A lényeg, hogy ennek ellenére mi győzni szeretnénk, és nem másért megyünk, szeretnénk tovább lépni, és úgy gondolom, hogy mindenkit kell motiváljon az, ahogyan a HEP kupa Final Four-ja lehetőséget ad. A megjelenésre ugye a Magyar Kupa döntője előtt szokott lenni, és egy olyan környezetben, ami úgy gondolom, hogy mindenkit kell, hogy vonzon. A hétvégén nem rendeznek fordulót az NB1B-ben, a nyíregyháziak szombaton Debrecenben játszanak majd egy felkészülési mérkőzést. Továbbra is veretlen a labdarúgó megyei első osztályban a Balkányi Ese. Mirgai László együttese a legutóbbi fordulóban Gyulaházán nyert 3-1-re, és 2 pont előnnyel áll a tabella élén a Nagyecsed előtt. A balkányiak vasárnap a 3. helyezett Nagyhalászt fogadják. A Rakamaz Ibrány és a Mándok Tiszavasvári találkozót elhalasztották a megyei első osztály 12. fordulójából, mivel a csapatok több játékosa is érdekelt volt az elmúlt heti amatőr Európa-bajnoki selejtezőkön. A megrendezett 6 mérkőzésen 4 hazai és 2 vendéggyőzelem született. A Tuzsér 1-0-ra verte a Máté Szalkát, a Nagyhalász 2-0-ra nyert a Fehérgyarmat ellen, a Nagyecsed 3-1-re bizonyult jobbnak a Vásáros Naménynál, a Baktolórendháza pedig 3-0-ra múlta felül a Sényőt. A Nyírgyulaj 2-1-es sikerrel távozott Szakolyból, a Balkán Gyulaházáról vitt el a 3 pontot 3-1-es győzelmével. Nagyon kemény meccs volt. Az első fél időben azt kell, hogy mondjam, hogy vezethettek volna 2-3 góllal, de aztán sikerült a második fél időben rendezni a sorokat, és hamar sikerült gólt szereznünk, kiegyenlítettünk, aztán már utána jöttek a gólok, meg a helyzetek, úgyhogy akár több is lehetett volna, de azt kell mondanom, hogy az első fél idő az övék volt. A megyei első osztály tabellájának élén a Balkány áll 30 ponttal, megelőzve a 28 pontos Nagyecsedet és a 24 pontos Nagyhalászt. Mirgai László együttese vasárnap a Nagyhalászt fogadja. A Halász 6 ponttal van mögöttünk, nagyon jó csapat, nagyon masszív, a legkevesebb gólt kapta, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon parázs, nagyon kemény harcos mérkőzés lesz, és hát 6 pontos mérkőzés, mert hogyha nyerünk, 9 pontra elmenjünk, ha ők nyernek, akkor 3 pontra ránk jönnek, úgyhogy igazi vérbeli rangadó lesz. A szurkolóik, ismerjük a nagyhalászi szurkolókat, hogy nagyon vérmesek, a miénk is, úgyhogy szerintem a nézőtéren a hangulat is nagyon jó lesz. A 13. forduló további párosítása a következő: Máté Szalka Rakamaz, Vásáros Namény Baktolórendháza, Tiszavasvári Tuzsér, Nyírgyulaj Gyulaháza, Fehérgyarmat Nagyecsed, Ibrány Szakoly és Sényű Mándok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Az elmúlt években megötszöröződött a kivándorló magyarok száma. A KSH a társadalombiztosítási adatokat figyeli, annak alapján tavaly 33 ezeren jelentették, hogy külföldön kezdenek dolgozni. Ám sokan nem jelzik az OEB felé a változást, vagy éppen az illegális utat választják. Egyes beslések szerint akár 500 000 magyar is dolgozhat másik országban. Az előzetes elemzések szerint átlagosan 10-12%-kal emelkedhetnek jövő év elejétől a kötelező gépjármű felelősség biztosítás díjai. A biztosítók tarifái kedd éjféltől érhetőek el a társaságok honlapjain.
Összesen mintegy 1,7 millió jármű évfordulós szerződését módosíthatják a tulajdonosok december 31-éig. Az átlagdíjak az első beslések alapján 16 és 20 ezer forint között mozoghatnak. Nem csak a hajléktalanokat, az egyedülálló időseket is veszélyezteti a kihűlés. A rendőrség a polgárőrséggel együtt ezért november 1-től a tavaszi hónapokig látogatja a bokortanyákon élőket. A hatóság a lakosság figyelmét arra hívja fel, hogy mindenki fokozottan figyeljen ezekben a hónapokban a nehéz körülmények között élő szomszédokra. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 2-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is böngészék honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a hazánk felett átvonuló hideg front hatására hűvösebbre fordul az idő, éjjel változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután a 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Az átvonuló hidegfront mögött pénteken éri el hazánkat a hideg levegő zöme, emiatt az ország nagy részén fagy várható a hajnali órákban. A ködös, fagyos reggel után szombaton még némi napsütés is várható, vasárnaptól viszont már sok lesz felettünk a felhő és napokon keresztül ismétlődő esőre, záporokra számíthatunk. Vasárnapra jelentősen megenyhül az idő, a jövő hét elején azonban több fokkal visszaesik a nappali felmelegedés. A jövő hét második felében változékony, hűvös időnk lesz.